Kívánok! Az én nevem Balázs Imre József, és a mai beszélgetésem a vendégem Mihók Tamás, költő, műfordító, szerkesztő, és a beszélgetésünk témája elsősorban a magyar-román irodalmi kapcsolatokról, kétnyelvűségről, ami egy különleges téma, és ezt azt hiszem ma elég sokat fogjuk boncolgatni. A mai beszélgetésnek van két viszonylag friss ürügye is. Az egyik egy versantológia, ami Kötre Saturn Unot címmel jelent meg Mihók Tamás fordításában 2021-ben a Max Lecher kiadónál, illetve Tamásnak egy saját verses kötete Rizómazaj címmel szintén 2021-ben Nagyváradon a Holnap könyvek sorozatában jelent meg. Ezt picit késleltetném ennek a kötetnek a jellegzetességét, és illetve Tamást szeretném kérdezni erről. De hadd mondjak a beszélgetés moderátoraként néhány adatot is meghívottamról. Mihók Tamás 1991-ben született Nagyváradon. Szinte az összes kötetetben úgy szerepel ez a megnevezés, hogy kétnyelvű költő, ami tényszerűen is így van. 4 román nyelvű verses kötet szerzője, illetve 2 magyar nyelvű verses kötet szerzője. Nagyváradi Állami Egyetemen végzett román-angol szakot, aztán az ELTE-n is tanult román szakon, és 2019-ben megvédett egy nagyon izgalmas doktori értekezést Marosvásárhelyen, ami szintén 2021-ben jelent meg Bihorul Poetic Post Bélik, vagyis a háború utáni Bihar megyei költészet. Lényegében ez volt a doktori értekezés témája, aminek az a sajátossága szintén és illik a mai beszélgetésünk témájához, hogy egyszerre vizsgálod benne a román nyelvű költőket és a magyar nyelvű költőket, és valamiféle közös keretet találtál a kutatásodban ezeknek a költőknek. Feltenném akkor az első kérdésemet, és ez a kétnyelvűségre vonatkozna. Én néhány éve tanítok egy ilyen tantárgyat a Kolozsvári Bábesbolyai Tudományegyetemen, interkulturális kommunikáció modern erdélyi irodalmakban, a jelenlévők közül néhányan hallgatták ezt a tantárgyat, és az erdélyi irodalomban ez viszonylag ritka jelenség. Azért ezt én így kimerem mondani, kíváncsi vagyok, hogy te hogy kommentálnál ezt az én véleményemet, hogy azok a szerzők, akik magyarul is írnak, románul is írnak, vagy magyarul is írnak, és németül is írnak, egy kezemen meg tudnám számolni azokat, akik ilyen szempontból szóba jönnek. Én nagyon kíváncsi volnék arra, ahogyan te eljutottál a személyes történetedre, ahogyan eljutottál ahhoz, hogy kétnyelvű románul is író, magyarul is író költő legyél. Hogy kezdődött ez a dolog? Hogy viszonyulsz te ehhez? Én is köszöntök mindenkit, Mihók Tamás vagyok. Köszönöm a kérdésedet, Imre. Sokat lehetne ezt részletezni. Először is szeretek párhuzamokat vonni. Maga, aki költészettel foglalkozik, vagy épp ír verseket, startból párhuzamokat von a valóság közt és az átvitt értelmek között. És hát nálam ez úgy történt, hogy szüleim magyarok, viszont román iskolába irattak be, és hát Oviba onnan kezdeném, hát Ovi iskola, egyetem,
doktori. Ez mind románul ment végig. De ugyanakkor a barátaim között, a barátaim 50%-a legalább magyar volt, és ugyanakkor a könyveket is igyekeztem úgy olvasni, hogy egy román, egy magyar, amennyire lehetett. És nagyon érdekes megfeleltetésekre leltem, és ezeket igyekeztem kifejezni. Szerintem ezek a könyvek, amelyeket Imre említett, egy bizonyos pontig a struktúrájuk megfelelnek. Mindegyikben igyekszem az egyik kultúrába visszatükrözni a másik kultúrának az értékeit. Persze ez nem mindig működik, de lehet találni bizonyos relevanciákat. Ezért választottam a doktori diszertációm címeként ezt a Bihorul Poetic Postbeliket. Itt szerepel 33 költő. Hát 33-at kettőben nem lehetett elosztani, tehát ezért nem, nem pont, tehát a párhuzamosság az nem tökéletes, de találtam sok olyan támpontot a költők között, a román, illetve a magyar költők között, amelyekhez viszonyultak úgy szintén a románok, mint a magyarok. Most, hogy hogy jutottam ide, mert végül is vissza kéne térni a kérdésre. Bevallom, hogy inkább románul jön, hogy írjak, tehát amikor egy kis szobában vagyok, az íróasztalnál, akkor inkább románul jön, hogy írjak, viszont mindjárt jön a második hang is, hogy jó lenne ezt átültetni magyarba, magyar nyelvre fordítani, és ha nem is sikerül még tökéletesen, akadnak olyan jó barátok, mint Kemenes Henriett, akik besegítenek a szerkesztésben. Nagyon izgalmas számomra a története a Rizóma Zaj című könyvednek. Ennek van egy román változata, ami elkészült korábban Biokária címmel. És olvastam interjúdat erről a kötetről, ahol arról beszélsz többek között, hogy ugye ez egy önfordítás, ha úgy tetszik, a Rizóma Zaj című kötet, de a számomra a legizgalmasabb az, hogy ez adaptáció inkább, mint fordítás. Tehát, hogy valamiképpen tovább gondolod magyarul, átalakítod magyarul, vannak különbségek, a vizualitás, például a román nyelvű kötetben, mintha erősebb volna a magyar változatból a képi a alakítás, mintha visszaszorult volna. Kíváncsi volnék erre a munka folyamatra, ahogy egy román nyelvű verses kötetből magyar nyelvű verses kötet lesz. Mi van ilyenkor a fejedben? Hogyan dolgozol? Nem gondoltam ki előre ezt a projektet, hanem az embernek általában van mondani valója, és akkor megszólal egyik nyelvben annak a mondani valónak a megfelelője versben. És a Rizóma Zajból pár vers magyarul született, bár nem közöltem azokat a verseket, hanem lefordítottam magyar, románra, lefordítottam román nyelvre. És igen, románul jelent meg először a kötet, 2021-ben, tehát tavaly, Biohária címen, de ugyancsak nem elégedtem meg ezzel, éreztem, hogy ezt magyarul is meg kell szólaltatni valamilyen formában is. Amit érdemes még elmondani a Rizóma Zajról, az az, hogy a nagy részben, nem csak, de nagy részben a Verzum platformra felkerülő műfordítások inspiráltak. Indított a Verzum online lap egy antropocén tematikájú verses blokkot, és
nagyon érdekes, ezt nagyon érdekesnek találtam. Végigolvastam, közreműködtem én is román költők fordításában, és ott kezdődött, tehát ott kezdődött a Rizomazai. Magyar költők inspiráltak, és mégis román nyelven jelent meg először a kötet. És magyar műfordító is. És magyar műfordító. Igen. Egy picit a koncepciójáról mondanál két szót, hogy ökopoétika és akkor három pont, de te hogy egészítenéd ki a három pontot? Igen, tehát beszéltük Imrével az esemény előtt is, hogy akkor érdemes fordítani verseket, meg posztolni a Facebookra is, van párhozom a kettő között, ha nem csak a saját embereidnek, saját ismerősödnek üzensz. És persze ez lehet nehéz elkerülni az algoritmusok miatt, de általában, amikor kiválasztok egy művet, fordítsam, illetve kigondolok egy koncepciót. Fontos számomra, hogy olyan embereknek szóljon, akik nem annyira jártasak benne, akik nem érzik magukat otthon, vagy nem találkoztak még azzal a koncepcióval, és azért is, részben ezért is jelentettem meg először a román változatát a Rizomazainak, hogy fiatal román költők ismerkedjenek meg az antropocén poétikával. Az antropocén poétikáról azt kell tökébb megemlíteni, hogy nem emberközpontú, igen, hanem inkább az állatvilágnak adja meg a teret, a növényvilágnak, és az egót úgy visszaszorítja. Tehát atomizálja az egót, és inkább úgy főképp rendszerekbe gondolkodik, nem pedig a saját, az ember nem a saját élményét írja le, hanem a saját történetét. Én ehhez még azt mindenképp hozzátenném, hogy Tamás, a Román Irodalmi Intézményrendszernek egy fontos részében otthonosan hozok, a Carter Romanesk kiadónak a szerkesztőjeként dolgozol jelenleg, illetve a doktori értekezésedet az az Alexandru Csisztelkán vezette, aki a román 80-as nemzedéknek talán mondjuk a top 3 kritikusában mindenképpen ott. Top 1. Oké, elfogadom. Top 1 kritikusa a költészet, a román költészeti 80-as nemzedék. Mondjál két szót még erről a doktori értekezésről, akkor ugye magyar költők, román költők, az összekötő kapocs az egy regionalitás koncepció, Bihar jelenleg, amit magyarul így inkább párciumnak szoktak mondani, vagy egy ilyen nagyobb szegmensben gondolkodunk, de a román kultúrában ez a poét Bihorján, ez egy elég jelentős és fontos elem. Mi volt itt a konklúziód, vagy mi volt a kiinduló pontod ennél a munkánál? Ez egy irodalom földrajzi munkának készült, és igen, ahogy a magyarok párciumnak említik Bihart, ugye a románok Krisánának, és igyekeztem igen, körvonalazni az ottani poétikákat. Főleg, hogy mindkét úgymond tábornak létezett egy irodalmi köre, ugye az Ady Endre meg a Josip Vulkán, és ezek közt kerestem ugyancsak közöst is, meg persze eltérőt is, és volt a javából mind a kettőből. Persze sokat lehetne beszélni a román költőkről, illetve a magyar költőkről, főképp arról, hogy a kritika miként szólt be, mondanám,
két irodalom fejlődésében. A román költőknek nagyon fontos az innováció. Fontosabb, mint a magyar költőknek. A román költők nemzedékek szerint szerveződnek, köszönöm. És 10 évente, ami nagyon érdekes, mert azért 10 évenként nem született egy új nemzedék semmiből. A magyaroknál ez nem épp így van. Hát újra hasznosítanak régebbi motivumokat, formához ragaszkodnak még. A románoknál ez nem, ez mindenképp formát el kell hagyni, az idősebbekre nem kell hallgatni, hanem mi jobban tudjuk. Mindegy, és ilyen formában egész izgalmas volt erről írni a doktorítet. Én pont a nagyváradi magyar adi körben volt azért erre a formabontásra is némi törekvés. Tehát ezért is izgalmas és releváns ez az összevetés. De menjünk egy picit tovább, mert ahogy eddig beszélgettünk, tulajdonképpen ilyen tükörben oda-vissza van. Ugye a vihari költészet is, meg a rizómazaj is oda-vissza, meg volt neked még a Cuticulum Vitae magyar köteted, aminek Cuticular című a román változata, szóval tudunk ilyen tükröket állítani, és akkor még egy tükröt hadd állítsak. 2017-ben egy vaskos fordítás kötet jelent meg Budapesten, a 2000-es nemzedék című versantológia, ami a román fiatal költőknek volt egy magyar nyelvű antológiája Mihok Tamás fordításában, és akkor a visszájában, vagy a tükörben ott van ez a 2021-es kötet, Către Saturnunot, Tiner Poets in Ungária, vagyis fiatal magyarországi költő. Erről a tükörről mondjunk valamit. Itt szintén a mai este előkészítő beszélgetésében mondtál valami érdekeset számomra, hogy elolvasta ezt a 2000-es nemzedék című könyvet Áfra János, a debreceni Alföld szerkesztője, és egy szerző az tetszett neki. Na most erre kíváncsi volnék, hogy akkor hogy látod ezeket a fiatal magyar költészet, fiatal román költészet különbségeit, vagy ezt, hogy miért ad az egy tetszett Áfra János? Ennek az Áfra sztorinak is van tükörképe. A Către Saturnunot szerkesztőinek 6, ha jól emlékszem, vagy 7 szerző jött be a 15-ből. Persze ez nem gátolta meg, hogy kiadja az antológiát, de szerintem ennek az a magyarázata, hogy hát a költészet az persze leírja a valóságát többé-kevésbé annak az országnak, amelyikhez tartoznak a költők, és a magyar költészet az inkább a mitteleurópai, közép-európai stílusban íródik, ugye a német politikák a modell, és viszont a románoknak, a románok inkább a francia pontosan. És ezen kívül, amit mindenképp meg szeretnék említeni, hogy az utolsó két költő nemzedék, az utolsó két román költő nemzedék, főképp ilyen zsigeri politikát alakított ki, ami lehet nem fekszik annyira a magyar olvasó számára. Tehát lehet, hogy a magyarok inkább ilyen összecsengéseket keresnek, vagy nem tudom, utalásokat, vagy mondatpolitikát, nem tudom. A román költészetben ez nagyon fontos, hogy legyen zsigeri, tranzitív, mondja ki kerek-perec azt, amit gondol. Csináljunk ilyen tükörtermet. A tükrök azok nem csak két pólust jelenthetnek, hanem többet is. Egy másik tükre ennek a
tüntetetnek a Liniște pace perversi in happy end tiner poets magiat in Transilvania volt. 2016-ban ugyanennél a kiadónál a fiatal erdély magyar költőknek egy fordítását, ugye ezt nem te fordítottad, hanem André Dósa, de tulajdonképpen André Ferenc ennek az antológiának az előszavában azt mondja, hogy ez a kettő együtt tulajdonképpen ad egy képet arról, hogy mi zajlik a mostani fiatal magyar költészetben. Hogy látod akkor ennek a két kötetnek a viszonyát? Mennyire van rálátásod a fiatal erdélyi magyar költőkre? Tudom, hogy az Élővárad mozgalom tagjaként Kemenes Henriett, Ozsvár Zsuzsa, Bíró Árpád Levente közelében nyilván nagyon is közelről figyeled te azt, hogy mi zajlik az erdélyi magyar költészetben is. Van-e különbség esetleg akkor elközött a két kötet között szerinted? Nagy különbségek vannak szerintem. Nem jó persze ilyen demarkációs vonalakat vonni, de szerintem szerintem az erdélyi magyar költőket befolyásolják az itteni valóságok. És ez az, ami azért megkülönbözteti a két költői világot. Tehát én szerintem ez a Liniște pace perversi in happy end antológia jobban hasonlít erre az antológiára, mint a magyarországi magyar költők antológiájára. Az erdélyi magyar költők szerintem olvassák a román költészetet is, vagy ha nem olvassák, kapcsolatba lépnek a fiatal román költőkkel, és mint említettem, az itteni valóságokat beszélik meg, az, ami itt történik, az fontos számukra. Persze Magyarországon is követik az újságokat, de szerintem ezért ebből kifolyólag különbözik a kettő. És fontos volt számomra, hogy megmutassam a román olvasó közönségnek, hogy a magyarországi magyar költők azért nem pont olyanok, mint az erdélyi magyar költők. Ez nagyon izgalmasan mondasz, mert ezt meg lehet fogni a valóságok felől, lehet spekulálni, vagy gondolkodni azon is, hogy a nyelvi közeg, a dialógus helyzetek, amikbe kerülünk észrevétlenül is, tehát hogy nem kell, mi nagyon akarjuk, és akkor is belekerülünk ilyen dialógus helyzetekbe. Mindenképpen én oda gondolom ahhoz, amit mondtál, azt is, hogy a valóságokon túlmenően van egyfajta ilyen nyelvi sokféleségben való létezés is, és ezt nyilván most még, hogy a beszélgetésünk vége fele erre tereljem egy picit a szót, hogy egy fordító mindig egy nyelvet is létrehoz, egy olyan nyelvet is létrehoz abban a kultúrában, amelyikre fordít, ami lehet, hogy nem is volt ott a másik kultúrában. Tehát amikor te Gerunaumot fordítasz románból magyarra, akkor lehet, hogy ebben az is benne van, hogy magyarul nem létezik egyszerűen, vagy addig nem volt ilyen költészet, amilyenné te Gerunaumot fordítani fogod. Vagy mutassunk még fel egy ilyen fontos kötetet, amelyik egy több szerzős, több fordítós projekt, Ayer Diamante volt az eredeti címe, 80-as nagy nemzedék román költőinek, Mircea Cărturescu, Traian Kossovei, Florin Jánő, Osztrátán voltak a szerzői, és 2021 végén részben a te fordításaiddal megjelent a teljes kötet magyar nyelven, tehát ami azért fontos, mert vissza lehet nézni kézbe véve ezt a könyvet, azt, hogy
hogy mi volt a nagy újdonság a 80-as évek elején, mi volt az a fordulat, amit a költészet nyelvében létrehozta Körtereszkú, Kossovei, Stratán, Járú. És én, ez egy most hadd áruljuk el akkor a kulisszatitkot, hogy bennünket Tamással azért Jelunaum életműve és az ő verseinek az olvasása, a fordítása, kedvelése, ez azért erősen összeköt, hogy az egy másik fordulat, megint valami olyasmi, ami magyarul nem létezik. Erre hogyan reflektálna, akár a Gyilmánt légkör, akár a Naum fordítások számodra milyen kihívást jelentenek? Hát a műfordító nyilván át kell írja sokszor fényre, tehát újra kell az adott szöveget, újra kell alkossa, újra kell írja, ahhoz, hogy összeálljon ugyanaz a hatás, amit eredetileg a költő beleültetett a szövegébe. A Gyilmánt légkörről csak annyit szeretnék megemlíteni, hogy hát ezek a román posztmodernizmus úttörői. Ez egy kultuszkötet, tehát ezt még mai napig olvassák, és keresik a román olvasók is, és a fiatalabb nemzedékek felfedezik, és keresnek újabb relevanciákat, ugye a poszthumanizmussal szembetéve. Ami Jelunaumot illeti, persze ott is hát egyáltalán nem könnyű, nincs könnyű dolgunk. Jelunaumot ugyancsak Kemenes Henriettel együtt fordítom. És elég nehéz találni egy megfelelőjét, hogy azt hiszem, hogy lehetetlen a magyar költészetben, ezért csak részben próbálok összecsengéseket találni. Lehet, hogy kassák, de mégsem, nem annyira. Te tudod jobban, Imre? Nem, ezt Jelunaumot úgy kell megszólítani, mint egy új magyar költőt. És akkor lesz izgalmas. Tamás, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Hosszan folytathatnánk még ezt a beszélgetést, de azt hiszem most ennyi fért a fél óránkban. Köszönöm a figyelmet mindenkinek. Én is köszönöm.